Start. Start, elindult a 2023-as játékos kártya Pannonia díjhoz a Suzavuna után, tehát csak a szél nincs ott a többiek között. Ott van viszont Bugatti SS, Kisza Schwarzal remek tempóban megy el vezetni, mögötte Biepi, Bobby Fischerre pedig Juhász Balázs ezúttal nem megy el a frontba, és megelégszik a harmadik helyre. Persze azért nem akármilyen tempó az, amit diktál Bugatti SS, nagyon-nagyon meghúzza az elejét, a negyedik pozícióban jelenleg ott van Bonaparte Boss, aki abszolút favorittá nőtte ki magát, egyébként is azért jó szansz volt Bugatti SS-sel egyetem. Katani Erbögött pedig Csekó Mannante marad le egyre inkább. Hát legalább 30 méter van az első és az utolsó között. Bugatti SS diktálja továbbra is ezt a remek tempót. Három hossza mögötte Be Happy, majd jön Bobby Fischer. Picit talán most jön a versenynek az a szakasza, amikor megérkezhetnek a hátsók Bonaparte Boss és Bazsivi vezetésével. De egyelőre még azért többé-kevésbé libasorban halad a mezőny, nagyon meghúzza a tempót Bugatti SS, és mögötte pedig ott versenyezze Be Happy, és akkor most, aki bontja, vagy bontják a sort, az első sorban ugye Bonaparte Boss, illetőleg Catania erőket kiveszi hajtójuk a második spúrba, miközben ott belassul egy kicsikét a tempó, ami nem feltétlenül kedvez Bazsivinak, aki azért szíve szerint jött volna előre, de nem tudott kimenni. Az élen még továbbra is Bugatti SS, azonban meg fogja kapni talán a támadást Bonaparte Bosstól, miközben a háttérből Bobby Fischer próbál meg robbantani, illetőleg Catania Air, aki ebből kifolyólag viszont kiszorul a harmadik spúrba. Most már azért nagyon-nagyon elkezdődött a verseny, rettenetesen erősnek tűnik a tempó, amit a vezető lovak diktálnak. Az élen tehát folyamatosan ott tud versenyezni Bugatti SS, nyomasztja őt most már kellően Bonaparte Boss, illetőleg a többiek is talán megint. Négy favorit az első négy hely az utolsó 300 kezdetén, és egy picit elköszön a két kedvenc, a két legnagyobb esélyes. Belül Bugatti SS, mellette Bonaparte Boss, Bobby Fischer fárad, hogy Catania Air az, aki feljön könnyedén a harmadik helyre. A finisre fordulva Bugatti SS egyelőre talán pici fölényben, Bonaparte Bosszal szemben, akinek azonban az utolsó 100 mindig erős szokott lenni. Bugatti SS azonban egyelőre elő van Kisza Schwarzal, Bonaparte Boss próbálkozik, de nem igazán tud közelebb kerülni hozzá. Bugatti SS nem lehet megverni. Bugatti SS Kisza Schwarzal megnyeri a Pannonia díjat, Bugatti SS, Bonaparte Boss a második, szoros harmadik, végül Catania Air, negyedik Bobby Fischer, ötödik helyre pedig Checo Mandante érkezik meg. Start. Ebben a pillanatban elindult a Csató Gyula emlékverseny, az amatőr kupa sorozat negyedik futama, óvatosan kezd a célos fiú, annál bevállalósabb viszont Apollo Creed-del Takács Eszter Cseperke is érre tud ügetni a külső lovak közül még, aki nagyon jól indult az Uptempo M, és oda besorol rögtön a vezető ló mögé, megőrizve ezzel a falat, mögötte nagyon nagy a helyezkedés, Trencsént láthatjuk a harmadik pozícióban, majd pedig fejlődik fölfelé Csábító R, a falon ott láthatjuk Winner Boyt, aztán pedig Guinness de Fan, majd pedig az az acélos fiú, aki rendkívül megfontoltan kezdett, tehát lassan lendíti bele őt hajtónője. Akkor, amikor a befutó egyenesben, a tribűn egyenesben járunk, gyakorlatilag Apollo Creed diktálja az iramot, ami nem is tűnik rossznak, mögötte pedig ott versenyez Uptempo M, illetőleg Trencsén, gyakorlatilag szinte liba sorban a mezőny, acélos fiú viszont elindul, kivette őt hajtónője. Bizony elindul, szokásával ellentétben nem vár az utolsó pár száz méterig, hanem tulajdonképpen féltávhoz érve már megkezdi a zárkózást a fogadók nagy kedvence acélos fiú. Élen azonban még mindig Apollo Creed, most kimegy majd mellé mögé, Uptempo M, úgyhogy lehet helye talán a falon Trencsének, továbbra is ő a harmadik pozícióban versenyző, ügetőnk Csábító R, acélos fiú, Guinness de Fan, és a sor végére szép fokozatosan Winner Boy csúszott vissza. 800 méter van még hátra az idei Csató Gyula emlékversenyből, Apollo Creed előnye azért olvad, ez még talán fél osz mindig van Uptempo M-mel szemben, Trencsén tovább is tartja a harmadik fejét, acélos fiú most már tisztán negyedik, és Csábító R-nek lehet még reális esély arra, hogy feláll a dobogósok közé, Guinness de Fan egy kicsit légüres térben kapaszkodik a többiekhez. Lassos kell az utolsó forduló, ezért a mezőny, támad Uptempo M, de a belső ív továbbra is Apollo Creedé. Mindenképpen ővé a szerencsésebb út, mondjuk így, Apollo Creed tehát tudja tartani a falat, hiába megy el egyelőre mellette, vagy próbál elmenni Uptempo M-en, nem sikerül neki, nem tud bemenni a falra. A háttérből jön Trencsén, illetőleg külső spúron megindítják acélos fiút megindítja Fazekas Andrea, öles léptekbe jön, miközben ére került Uptempo M. Uptempo M még mindig vezet, azonban jön rá, hatalmas lendülettel érkezik acélos fiú megtámadja a vezető lovat, acélos fiú támad Uptempo M, védekezik Uptempo M, még mindig az élen van, Uptempo M vezet, és meg fogja nyerni talán ezt a versenyt, megnyerte a versenyt, mögötte érkezett a célos fiú, aztán pedig Csábító R lesz a harmadik.
És tart elindult, tehát a nap második futam a Patai Sándor emlékverseny, Matthias Corvinus a végén állt be, és a végén jön ki egy picit hátrébb, mint a többiek, akik azért nagyjából egy vonalban galoppoznak. Jól kezdett a két rutinos, Lócsikit itt a Gör és Cezarit egészen kívül, remekül tartják magukat, Dark Blue Stars tartjára sem lehet panasz, Nádi Farkas mellett pedig szép lassan zárkózóban Matthias Corvinus, a sor végére most Peszkára esett vissza. Akkor, amikor nagyjából 700 méter van még hátra a futamból, Matthias Corvinus felmegy most már oda a frontba, a vezető Dark Blue Sky mellé, kívülről Csikit itt a Görl egy kicsit jelenleg erősebbnek látszik, mint Cezár, aki szintén futott már versenyben, Peszkárát pedig egészen kívülre veszi lovasa Ördögalen, és nagyon-nagyon szépen megkedi a szürke kanca a zárkózást. Az utolsó 400-on belül, sőt most már a 300-as táblához közelítve vezet egyelőre Dark Blue Sky mellett, viszont Peszkára, illetve Csikit itt a Görl lettnek majd a komoly kihívők. Nem várt küzdelem a végén, a favoritot Dark Blue Sky támadja Peszkára, Dark Blue Sky vagy Peszkárát, de az utolsó 100-on Dark Blue Sky elköszön a Taisut Kft. Import kancája, nagyon-nagyon stílusos győzelembe kell. Dark Blue Sky nyeri a Patait, Peszkára mögött Csikit itt a Görl lesz majd a harmadik, Matthias Corvinus a folytatásban, aztán pedig Cezár és Nádi Farkas. És tartani indult a 2023-as Galopprub Ipfetszheim, a Flandorfer Tamás emlékverseny, szinoníma nélkül, tehát 9-en vágnak neki a távnak. Maszketelszri kimondotta, jól kezd Jan Havlikkal egyessel, ő az, aki egyértelműen vezet a többiekkel szemben, ott van mögötte Carlos Rey, remekül kezdett Princess Park is, El Prado Zsói is ott van egyelő a frontban, Vén Hoppal még bujkál, Szanyiszáv Georgiev, de hát rendszerint ez szokott lenni a kancával a taktika. Akkor, amikor eltelt most már 3-400 méter a versenyből, akkor az orzos Musketer 3 még mindig az élen jár mögött, a Carlos Rey talán egyre közelebb, jól tartja magát Princess Park, V-Hope is szép lassan most már egyre inkább lendül bele, felejtsít a gör bent a falon, középen pedig El Prado Zsoly. Fél távhoz érve, Musketer 3-t utolérni látszik a két favorit, megérkezik ott a jobbján Carlos Rey, és támadásba dobja Stanislav Georgiev most már V-Hope-ot, de egyelőre Carlos Rey egy picit, mint hogyha előrébb lenne. Belül egészen azt a barrier mellett a szürke V-Hope, Carlos Rey is ott van mellette, érkezik Rém király, talán majd a harmadik helyre, 100 méter van hátra, Carlos Rey egyelőre erősebb, mint V-Hope, Carlos Rey vezet, V-Hope folyamatosan támadja, de Carlos Rey nem lehet megverni, Carlos Rey nyeri a Flandorfert, V-Hope mögött Musketelszri visszajön talán, és ő lett majd a harmadik Rém királlyal szemben. És ebben a pillanatban elindult a hosszú távú Ssangyong Vatinius handicap-e mezőnye, ahogy szokott egy kicsit nehézkesen lépett ki a gépből Orpheus, úgyhogy veszített néhány host, most viszont lesz ideje, hogy ezt ledolgozza. Aki ére galoppozik, az Mora Mona, Mora Monától bejjebb láthatjuk Itondát, illetőleg szépen fejlődik fölfelé Liberty of Devil, illetőleg tempó is jól el tudott rajtolni, kívül galoppozik Samia, Samiától bejjebb láthatjuk Lisboát, illetőleg mozifilm az, aki az utolsó előtti pozícióban galoppozik, hiszen Orpheus azért nagyjából még mindig egy olyan két hosszra lehet a pelotontól. Aki tehát vezet, az Mora Mona. Mora Mona húzza a mezőnyt, mögötte ott van Liberty of Devil, illetőleg bent a falon Itondát láthatjuk galoppozni, majd pedig Tempo, illetőleg Lisboa a következő lovunk, Samia, illetőleg mozifilm is egyelőre még hátrébe foglalnak helyet. Gyorsulni látom a tempót, tehát Mora Monával Jaroszláv Linek egy másik sebességi fokozatra váltott, ezt persze a mezőny javarésze le tudja reagálni, úgyhogy így közelítenek lassan-lassan a kanyarhoz, vezette tehát a Mora Mona, Mora Mona mellett ott van Liberty of Devil, illetőleg a falon még mindig jó helyzetben Itonda, és jönnek a többiek is természetesen tempó vezetésével. Jó, most már a verseny utolsó 800 méter, és egyelőre az egy éve nem látott Liberty of Devil rettenetesen könnyen galoppozik a vezető Mora Mona mellett. Mora Mona, illetve most már Liberty of Devil, talán Itonda is ott van a fogadók egyik kedvence. A vezető trió picit meglépett a háttérből, próbálja most már Georgiev elindítani Orpheus-t, aki ott a pálya közepén igyekszik majd támadni. Elindul Lisboa, és talán még mozifilmek is lehet beleszólása a versenybe. Mora Mona óriásit védekezik, Liberty of Devil-t is lovagolni kell, és akkor elindul most már Itonda Ördögalennel. Ellövi Ördögalen a favoritot, lesz ellenfel az utolsó métereken, talán Orpheus, aki kezd kibontakozni, de Itondát innen nem lehet most már utolérni. Itonda a Kreka István idomítottja, meg fogja nyerni a Vatinius handicapet. Itondának nincs ellenfele, csak sétál az utolsó métereken. Itonda nyeri a futamot, mögötte óriási csata Orpheus és mozifilm között a második és a harmadik helyért. És
start, elindult a 2800 méteres kincsen plusz tuti honvédelmi minisztérium díja az nyitást követően. Elmegy, úgy tűnik vezetni Egrimen, nem vár másra Georgiev, és akkor saját magának csinálhatja a versenyt, diktálhatja a tempót. Láttunk már ilyet tőle. Mögött Avoiding Water, akit várhatunk talán majd egy robbantásot a túloldal közepén, ez általában az ő bevett taktikája. Punto Banco jelenleg a harmadik mellette Fildő fűzi, aztán Girin következik, a jó hajrával rendelkező Berkshire Rebelle lehelyezkedek a sor végén, pontosabban egy valaki van mögötte, Túza az, aki jelenleg a hetedik helyen galoppozik. Sok van még hátra, nagyjából 2100 méter, és egészen komoly tempót diktál a táv ellenére Egrément. 3-4 hosszal megy most már Avoiding Waterrel szemben. Punto Banco, Fildő fűzi, Girin, Berkshire Rebelle és Túza mögött a sorrend. Egészen biztos, hogy egy jól átfutott versenyt láthatunk, hiszen nagyon jó íramot látszik menni a vezető ló, az az Egrément mellé pedig lassan fölgyalogol Avoiding Water is, míg bent a falon Punto Bankot láthatjuk külső spúron, Feed Fűszék közeledik, közlekedik, aztán pedig bent a falon ott láthatjuk Gillint versenyezni, majd pedig Berkshire Rebelle az, aki hátul van, illetőleg Túlza zárja továbbra is a sort, viszont egyre jobban tömörödni látszik egyébként a mezőny. Ez valószínűleg talán azért is van, mert mintha Egrimentel egy picikét visszavett volna a tempóból, lovas a Stanislav Georgiev mellette, ott galoppozik Avoiding Water, aztán pedig jön egy olyan 3-4 hosszas űr, majd Punto Banco az, aki jön, illetőleg Fide Fűsze nagyon jól tartja magát, csak úgy, mint Gillin jelen pillanatban. A jó esélyű Berkshire Rebelle is próbál meg fejjel menni, illetőleg Túlza még mindig az, aki zárja a sort. Elől egy vezető kettős, aki növelni tudta előnyét a többiekkel, mint hogy egy külön meccset látnánk az elején Egrément, illetőleg Avoiding Water kettősétől. Ők hozzák majd az utolsó kanyarra, befutóra fordító kanyarra a mezőnyt, és most már Avoiding Water előnyre tudott szert tenni, egy olyan jó két hosszal vezet Egrimenttel szemben. A verseny forgatókönyve nagyjából olyan, ahogyan arra lehetett számítani 800-nál, vezette Avoiding Water, tehát Egrément tapad rá és szemre, azért nagyon-nagyon tetszetősen könnyen galoppozik. Berkshire Rebelle, illetve Gillin pedig csatázhatnak majd a helyezésekért, ahogy arra lehetett számítani. Avoiding Water az élen, azonban jóval könnyebben jön nála Egrément, Berkshire Rebelle pedig ott Egrément hátán, akár beleszólhat még a győzelmét folytatott harcba is. A finisre fordulva Avoiding Water mellett most már ott van Egrément, nem kérdés, hogy a két ló közül ki az erősebb. Egrément most már az élen, az még a kérdés talán, hogy Berkshire Rebelle lehet-e majd ellenfél, Gillin próbálkozik esetleg a harmadik helyre megérkezni, a távoztopon belül azonban most már egyértelműen kijelentető, hogy Egrément folytatja győzelmi sorozatát, a 2800 méteres Kincsen plusz uti honvédelmi minisztérium díjban sincs egyáltalán ellenfele, hossza közönével Egrément nyeri a futamot, komoly klasszis a pályán, Berkshire Rebelle mögött a második, Gillin a harmadik, a negyedik helyre, Avoiding Water esik vissza. Hosszas várakozás után, de végül elindulnak az amatőrök. Jeles Eszter emlékverseny, Orze Fezsenti női amatőrverseny handicap 11-en rajtoltak el. A falon rögtön Szolár magához próbálja ragadni a kezdeményezést. Középen úgy látom, hogy Maigré Dancer kezdett kimondotta jól, kívül Préli Rédit, és ott látom a frontban Sprinter sem kezdett rosszul. Skinny Jeans következik, Mighty Zazu, Scatman egyelőre mindannyian az élmezőnyben, és Speedy González is relatíve jól tudja tartani magát. Akkor, amikor most már túl vagyunk az első nagyjából 500 méteren, bent a falon Skinny Jeans talán egy kicsit előrébb, mint Szolár. Szolár mellett ott van Sprinter, középen Mighty Zazu, illetve ott van Mike Gray Dancer is, Speedy González is most már egyértelműen versenyben, és Arabica is zárkozik a mezőny második feléből. Akkor, amikor nagyjából 400 méter van hátra, Skinny Jeans az élen, középen jön vissza Szolár, és jön mellette Mike Gray Dancer, egyelőre a favoritok juttak főszerepes. Sprinter az, aki talán megint jó versenyt fut, Mighty Zazu is egészen közel van. Mike Gray Dancer egyértelműen az élen, én az utolsó 100 méter kívül Mighty Zazu támadja, bent a falon remekül tartja magát még Szolár, egyre azonban Maigré Dancer vezet, Maigré Dancer vagy esetleg Mighty Zazu, Maigré Dancer elől van, Maigré Dancer, Mighty Zazu sprinter, ez lett majd a befutási sorrend. Ebben a pillanatban el is indultak, gyengén sikerült a startja Jurek Vilónak, illetőleg Krix Kraxnak, ez pedig azt jelenti, hogy a mezőny első fele, a maradék három ló igencsak el tud viharozni, hát közöttük is, aki a legjobban indul, az Berg Spitze, aki pokoli iramban elkezdi a versenyt, és pillanatok alatt hossza közönével jár a többiek előtt, Stonehart az, aki követi őt jelen pillanatban, majd pedig Selektív a harmadik helyen, és a két legjobban játszott ló, Krix Krax, illetőleg Jurek Vilo pedig zárják a sort jelen pillanatban, hát
utcahosszal jár elől Berg Spitzefezer Ramonával, aki a múlt héten nyerte ki a 10. versenyét, úgyhogy lovagolhat majd a derbében is. D'Angelo nyergében köszönhetjük majd őt. Hát ő nagyon-nagyon megszaladt, a többiek pedig megpróbálják üldözni, de hát nagyon-nagyon-nagyon nehéz az ő helyzetük, hiszen ők egy bolyban galoppoznak, közülük, aki előrébb van, a Stonehart, de Stonehart mellett Juraquilo az, aki elgalopozott és elindul a vezetőló üldözésére. Krikszkrax is próbálna feljebb jönni, övé egyelőre a 4. pozíció. Akkor, amikor már Vígan, nevetve Bergspitz beér a kanyarba, akkor a többieknek még közelítenie kell hozzá, de hát azért ez az előny lépésről lépésre csökkenni. Látszik, Juraquilo azért igyekszik őt befogni, ott van Stonehart még a 3. helyen, Krikszkrax próbál meg feljebb galoppozni, Szelektív pedig egyelőre zárja a sort. Hát végül Juraquilo csak-csak utoléri a vezető lovat, úgyhogy befogta, rajta van már az egész peloton, az egész mezőny, egyelőre azonban még mindig Bergspitze jár az élen. Most köszönhet el tőle Juraquilo a futam favoritja, és jön bizony Krikszkrax is, tehát a két legnagyobb szansz hiába indultak gyengén, most már vezetik a mezőnyt. Elől van nagyon-nagyon magabiztosan Juraquilo, megpróbálja őt Krikszkrax szorongatni, azonban egyáltalán nem egyszerű a helyzet, és Bergspitzét lehet, hogy leveszi majd a dobogóról is a jövő Stonehart. Nézzük az elejét, meg fogja nyerni ezt a versenyt Juraquilo nyer. Mögötte érkezik Krikszkrax, és a 3. helyre ér oda Stonehart, ez pedig azt jelenti, hogy Bergspitzének csak a 4. hely jut majd. Start elindult az 1600 méteres Bakenerdi, jól sikerült a startja az egész mezőnek. Skyline City vesz egy kimondottan jó startot, erősen púlozva, ott van mellette Airbus, Skyline City, Airbus, Blazing Comet, Spartan Devil egyelőre, a Show and Voyager következik, Light Blue Sky mögött pedig egyelőre Heebie-Jeebies az, aki zárja a sort, a tempó viszont abszolút nincsen probléma, mert Airbus, illetve a falon versenyző Skyline City is nagyon-nagyon jó iramot mennek a frontban, és egyikük sem szeretne lemondani arról, hogy esetleg egyedüliként vezessenek majd a futam valamelyik részében, leginkább persze majd a végén. Mögöttük azonban közel vannak a többiek, egy hosszra, másfél hosszra érkeznek lassacskán kívülről a favoritok. Spartan Devil mögött Light Blue Sky, bent a falon Blazing Comet is remekül tartja magát, Voyager mögött 2-3 hosszas hátrányban továbbra is Heebie-Jeebies. Akkor, amikor a mezőny elhagyja a 800-as táblát, nincs változás, a fal még mindig Skyline City, de Airbus társaságában, és Airbus próbál gyorsítani, tud is gyorsítani, a finishre fordul, hogy Fejes Lajossal Airbus veheti át a vezetés, Skyline City pedig kezd fáradni. Airbus mögött most már Spartan Devil a második, kijön a falról most már Blazing Comet, és kívülről Light Blue Sky indul támadásba. A favorit Spartan Devil jó versenyt futva, az utolsó 300 kezdetén megérkezik Airbus mellé, de Light Blue Sky támadását még ki kellene védenie, bent a falon pedig jön Blazing Comet. 200 alatt célőt Airbus óriásit védekezik. Airbus mellett Light Blue Sky, középen Spartan Devil, Blazing Comet is közel van. Airbus talán még mindig vezet. Airbus, Blazing Comet, Light Blue Sky és Spartan Devil. Airbus az élen van, és Airbus meg fogja nyerni a futamot. Airbus té a Bakenerdi. Airbus, Blazing Comet, Light Blue Sky lett majd a befutási sorrend. És ebben a pillanatban elindult az 1600 méteres Equine Products Handicap mezőnye. Miley Irish kapott a legjobban lábra, ott vezet Libeskin társaságában, aztán Best Heartot láthatjuk, illetőleg egyre inkább galoppozik fölfelé Fizzante is a mezőny végén, egyelőre Impression, illetőleg Bramasra, de hát nagyon együtt galoppozik az egész csapat, gyakorlatilag egy tömböt alkotnak, gyorsít a tempón Miley Irish, előnye most már nagyjából egy olyan fél hossz is meg lehet Libeskindel szemben, aztán a 3. pozícióban ott van Fizzante, nagyon jól helyezkedik, és egyelőre Bramasra az, aki egy picikét ki van szakadva akkor, amikor közelítenek a kanyarhoz. Az élen továbbra is Miley Irish láthatjuk galoppozni, most azonban jön Fizzante egészen kívülről. Impression is nagyon jól tartja magát, és úgy tűnik, hogy a Best Heart is egy kicsikét leszakadóban van. Akkor, amikor a kanyar közepén jár a mezőny, akkor Miley Irish vezetni tud. Miley Irish húzza a mezőnyt Miley Irishhoz legközelebb Fizzante, egy kicsit, mint hogyha elfáradt volna Libeskind, is bent a falon próbál meg jönni Impression, illetőleg kívülről megindítja majd a támadását Bramasra is, illetőleg Best Heart sem lei
leírható egyelőre. Ficante, mint hogyha az ére került volna, jön azonban lendülettel Impression, illetőleg a háttérből megindulni látom Bramasztrát hatalmas lendülettel. Bramasztra lehet talán a legveszélyesebb az ére került Impressionnel szemben. Egyelőre még a második helyen ott van Ficante, jön azonban Bramasztra. Bramasztra megindítja a hatalmas tértel elő galopját, megtámadja a vezető Impression. Impression még elől van, jön Bramasztra, Impression, Bramasztra, Impression, Bramasztra, Impression, Bramasztra. Ez a befutási sorrendünk, és aztán a harmadik helyre Ficante tudott odaérkezni. Három hölgylovas lát az élem. És tart, elindult a 2023-as Szerencsjáték ZRT 101. magyar derbi, 15-en a startnál. Az indítás valamennyi lónak tökéletesen sikerül, és egyelőre a tréningtársak már ott vannak a frontban belül, Lord Winter, mellette pedig Amore Boy, nem pedig D'Angelo. Nagyon-nagyon jó tempót diktálnak helyből. Real Hope is a frontban helyezkedik, Shining Star, Vendetta best tartja, és jól sikerült. De kívülről akkor, amikor egy kör van hátra, most már megérkezik D'Angelo, akire mindenki számított Fézzel Ramónával, és akkor elmegy vezető, kérdés, hogy mekkora előre tesz majd szert. D'Angelo tehát az ére tudott galoppozni, mögötte ott van Amore Boy, illetőleg nagyon jó helyzetben Shining Star. Shining Star egyelőre a harmadik pozíciót tudja őrizni, aztán jönnek természetesen a többiek, folyamatosan ott van Lord Winter, ő jelen pillanatban a negyedik helyet szerezte meg, Vendetta Bell is nagyon jól pozícionálja magát. Hát nagyon-nagyon megszaladt D'Angelo, és diktálja magának az iramot. Mögötte nincsen túlságosan nagy változás, ez azt jelenti, hogy Amore Boy, aki leköveti, illetőleg ott van mögötte folyamatosan Shining Star, illetőleg Lord Wintert láthatjuk ott, illetőleg Vendetta Bell az ötödik pozícióban. Nagyon-nagyon jó lesz így a tempó, még az is lehet, hogy valamiféle derbi rekord születik. Akkor, amikor vezet továbbra is D'Angelo, csökken most már az előnye, jön az egész peloton rá, jön Amore Boy, illetőleg az ő vezetésével az egész csapat. Jön most már a verseny utolsó 1000 méter, és D'Angelo előnye azért meglehetősen hamar elfogy, a kanyarhoz érve ott van mögött a teljes mezőny, Amore Boy vezetésével. Bent a falon Lord Winter, Lord Winter mögött Real Hope, tehát egészen kedvező helyzetben az esélyesek. Shining Star is remekül tartja magát egyelőre. Amore Boy közben az ére lovagolja Jaroslav Línek, egészen kívül egyébként Il Ministro színe is feltűnnek most már a frontban. Vezet Amore Boy, mögötte pedig ott van egyértelműen Lord Winter, aki tréningtárs mögött kívül jön Il Ministro. Il Ministro és Real Hope is csatázhat majd a helyezéseket. Csini babával próbálnak zárkózni. A finishre fordulva Amore Boy vezet, talán Lord Winter egy picit, mint hogyha könnyebben jön nála. Mögöttük ott van Il Ministro, ott van Real Hope, Vendetta Bell és Merci Star színe is most már ott vannak a frontban. A finishre fordulva Amore Boyt Lord Winter támadhatja. Amore Boy, Lord Winter, Real Hope, illetve Il Ministro, remekül mozognak a favoritok, és Amore Boy egyelőre az élen, érik egy újabb intergályos győzelem. Ez még 200 métert kell megtenni Amore Boynak, és elhatta a Winnekkel. Nyerhet-e nem szürke lóval Linek derbit? Úgy tűnik, hogy igen, bár a végén Lord Winter próbál még egyszer elindulni, Real Hope is ott lesz a dobogón, de Amore Boyt nem lehet megverni. Amore Boy nyeri a derbit. Amore Boy, Lord Winter, Real Hope az első három helyen. A negyedik helyre jól láttam, talán Merci Star érkezik meg, Il Ministro pedig az ötödik. Minden ló a helyén. És ebben a pillanatban elindult a Tipmix magányos díj 2200 méteres távra. Az olasz vendég Sziget Simpliciter galoppozik az ére, ott van bent a falon, nagyon jól tartja magát The Little Tree, így rögtön a startot követően Hookers is próbál meg fejbőrni, címer bent a falon versenyez egyelőre, akkor, amikor a kanyarba érkeznek, Sziget Simpliciter vezet, mögötte ott van The Little Tree, Hookers, illetőleg Klára is nagyon jó startot tudott venni. Együtt van az egész mezőny. Respectation az, aki zárja a sort, ő egy kicsikét talán ki is van szakadva. Nem lehet azt mondani, hogy őrítő lenne a tempó, amit a vezető Sziget Simpliciter diktál. Ennek ellenére meg tudott húzni egy olyan 3-4 hosszal The Little T-vel szemben, aztán Hookers, ott van jó helyzetben, Alibi is bent a falon, illetőleg jól tartja magát Kvanach is 11-es program számmal. Ő is ott van a frontban jelen pillanatban. Címer, aztán ott láthatjuk meglátót is viszonylag közel. Sziget Simpliciter pedig vezet, de csökkent az előnye mindenképpen, most már csak egy olyan két hoz The Little T-vel szemben, és továbbra is Respectation az, aki zárja a mezőnyt jelen pillanatban, közelítenek a kanyarhoz, de többé-kevésbé elmondható, hogy teljesen egy tömbben halad a mezőny az olasz vendége vezetésével. Vannak, akik kívülről pozícionálják a lovukat, megindulhat majd Kvanach is, ott van támadó helyzetben.
Jó, most már a verseny utolsó 800 méterre vezet Sziget Simpliciter, de Little T remek pozícióban van. Aztán ott látjuk Hukest is bent a falon, Mesetár is próbálja magát feljebb küzdeni, Alibi is ott van azért, abszolút egy csomóban a mezőny, a favoritok közül ugye Klára is, és még teljesen is egy picit hátrébb, de az igazi verseny talán még csak most fog elindulni, hirtelen egyben hatalmasat kerülve, akkor Mesetárral elindul Rifab Kozma István, Akacsi is feltűnik a frontban, Klárával is keresi az útját, majd kívül Martin Laube, aki azonban megszökni látszik, az The Little T, de Little T az élen, mögött ott van Alibi, ott van Regina, kívül pedig elindul Mesetár, Respectationnek is van egy viszonylag jó momentuma. A távoszlophoz érve, de Little T vezet, lehet-e Szent Tamási győzelem? Nem, mert Mesetár nagyon-nagyon erős, bent a falon azonban jön még Respectation, Mesetár vagy Respectation, Regina lesz majd a harmadik, Mesetárnak van egy jó félhosszas előnye Respectationnel szemben, Mesetár, Ifab Kozma István megnyeri a magányos díjat, Mesetár! Mesetár a győztes Respectationnel szemben!